járóbeteg szakrendelő átadása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorának külön kiadását látják 2019. október 15-én 18 óra 5 perckor. Hivatalosan is átadták a Kátai Gábor Kórház karcagi székhelyén található járóbeteg szakellátást biztosító épület részfelújítását. A járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Kátai Gábor Kórházban című pályázat révén megvalósuló a Kátai Gábor Kórház főépülete C-jelű épület részének átalakítása, részleges felújítása és a Kunhegyesi telephelyének részleges felújítása korszerűsítése című EFOP 2017/2017/2036 számú projektünk karcagi székhelyünket érintő beruházás a kórház életében kiemelkedően fontos jelentőséggel bír, hiszen a térség lakóit szolgáló egészségügyi szakellátások mostantól a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalon folytatódnak. Egy újabb fontos lépés az, ami most összehozott bennünket. Kezdte beszédét dr. Fazekas Sándor, országgyűlési képviselő. Egy közel 300 millió forintos fejlesztésről van szó. Egy olyan része a kórháznak, amely az alapvető funkciók ellátásához szükséges. És azért is, mert itt mintegy 30 ezer beteg, 30 ezer egészségügyi szolgáltatás igénybe vevő ügyfél fordul meg évente, ez egy rendkívül nagy szám. És a karcagi kórház, amely a Közép-Tiszavidék és a nagykunság számára biztosítja az egészségügyi ellátást, itt ezen a ponton találkozik a ide érkező betegek legnagyobb részével. Tehát egy kulcsfontosságú terület a kórháznak a szakrendelés, és azon belül fizikailag is ez az épület része, amelynek a felújítása illeszkedik a kórház korábbi részének a megújításához, amely jó pár év óta már tart. Először a főtömb, utána pedig a további részek újultak meg, ezt valamennyien tudjuk. Én megkaptam az adatokat is a kórház vezetésétől, amelyekben látható, hogy 32 egészségügyi szakmának ad helyet ez az épület rész. Tehát akik ide jövünk, és fáj valamilyen testrészünk, fáj a hasa, vagy a feje az embernek, a karja, vagy ki tudja milyen betegséggel tér be ide, és várja a gyógyulást, nem is gondolnánk azt, hogy itt milyen sokféle egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre, milyen sokféle szakmában dolgozó orvosok, az őket segítő személyzet az, aki nap mint nap, órákon keresztül a év szinte minden napján fogadja az ide érkezőket. Ez igazi heroikus küzdelem az emberek egészségéért, azért, hogy visszakapjuk, meg tudjuk őrizni az egészségünket. És én szeretnék gratulálni a kórház vezetésének, a városi önkormányzatnak, az egészségügyi szervezeteknek, akik a háttérben meghúzódnak, képviselőik jelen vannak ahhoz, hogy ezt a fejlesztést sikerült megvalósítani, összhangban egyébként egy kunhegyesi beruházással, amit a közelmúltban tudtunk átadni. Hiszen nekem meggyőződésem, ezt mindig elmondom, hogy az itt élő embereknek is joguk van arra, hogy 21. századi egészségügyi színvonalú, 21. századi színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek. Nekünk a feladatunk, akik a közéletben, az országgyűlésben, a városi önkormányzatnál vagy más helyeken dolgozunk, hogy ehhez a feltételeket megteremtsük. És ezt a munkát el kell végezni, és el is végezzük. Erősíteni kell az egészségügyet, források kellenek ehhez, gép- és berendezés vásárlások kellenek, nem pedig gyengíteni. Lehet kritizálni, lehet kifogásokat támasztani, de a legfontosabb az, hogy aki a közéletben, az országgyűlésben dolgozik, az tegyen azért, hogy a kórház fejlődjön, ezáltal a karcagi és nagykunsági környékbeli egészségügyi szolgáltatások színvonala is emelkedjék. És erre egy ékes példa ez a mostani fejlesztés. Azt külön ki szeretném emelni, hogy a beruházás határidő előtt elkészült, köszönet érte a kivitelezőknek, a kórház részéről a munka összehangolása nagyon fontos volt, hiszen itt menet közben egy működő kórház viszonyai között kellett elvégezni ezeket a felújításokat. Ez sosem könnyű, még egy családi háznál is komoly szervezést igényel, hát még egy ilyen intézménynél, úgyhogy én szívből gratulálok, és bízom abban, hogy a további fejlesztések is ilyen gördülékenyen fognak haladni, hiszen a Nemzeti Ügyek Kormányának, az országgyűlésnek is az a célkitűzése, a szaktárcának is az a célkitűzése, hogy a magyar egészségügy és élve az ország gazdasági erősödéséből fakadó lehetőségekkel, folyamatosan
folyamatosan fejlődjön, és tényleg azt a színvonalat tudja biztosítani, azt a ellátást tudja biztosítani a betegek számára, amit joggal elválnak. Egyúttal az itt dolgozók munkakörülményei is javulnak, és ez szintén fontos, hiszen csak jó környezetben, magas színvonalú környezetben lehet az elvált munkát teljesíteni, az elvált szolgáltatásokat biztosítani, és így az egészségügy küldetésének is eleget tenni. Szívből gratulálok ehhez a fejlesztéshez, és biztos vagyok abban, hogy a folytatás az majd következik. F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője köszöntőjében felidézte, hogy milyen is volt korábban ez a járóbeteg szakrendelői rész. Aki bejön ide, rá sem ismer, csak a folyosóra, talán még csak a lépcsőre. De azt mondjuk, hogy felmegyünk a kórtermekhez, bemegyünk a konyhába, a mosodába, bemegyünk a műtőkbe, bemegyünk a sürgősségi részlegre, nem ismerünk rá. Hiszen évről évre ez a kórház megújult, és meg is kell újulni. Sosincs vége a fejlesztésnek, sosincs vége a megújításnak. Mint ahogy az itt dolgozók is folyamatosan újulnak meg szakmailag. A hölgyek nem öregszenek, de szakmailag meg kell, hogy újuljanak. Hiszen azok a terápiák, azok a gyógyszerek, amely néhány évvel ezelőtt még elfogadottak voltak, ma már idejét múltak. Aki az egészségügyi pályára lépett, annak folyamatos tanulás, folyamatos fejlődés az útja, mint ennek a kórháznak is. Én gratulálok a Kátai Gábor Kórház minden dolgozójának. Gratulálok ahhoz a magas szintű ellátáshoz, amit itt tudnak nyújtani. És egy példát szeretnék mondani, a tavaly évben, amikor tavaly volt 50 éves a Kátai Gábor Kórház, a Városházán volt egy rövid film a Kátai Gábor Kórházról. És Budapesttől kezdve az ország minden részéről jöttek szakemberek, döntéshozók. És amikor látták, hogy milyen szép ez a kórház, milyen magas színvonalú szakmai munka folyt, akkor csodálkoztak. Csodálkoztak, hogy egy gyöngyszem, egy kicsi sziget a magyar egészségügyi történetében, a magyar egészségügy térképén, ami csodálatos épület, csodálatos modern eszközök, de ami még csodálatosabb, szívvel, lélekkel, szakmai, magas szintű szakmai tudással dolgozó szakemberek. Én kívánom azt, hogy újuljon a kórház, de a legfontosabb értékét őrizzük meg, azokat a szakembereket, akik itt dolgoznak, akikre egészségünket, életünket bízunk. Én gratulálok a felújításhoz, de gratulálok annak a csoportnak, annak a közösségnek, amely működteti ezt a csodálatosan megújult Kátai Gábor Kórházat. Még egyszer gratulálok, és jó egészséget kívánok még az egészségügyi dolgozóknak is, hiszen nekik is erre van a legnagyobb szükségük. Kovács Szilvia alpolgármester Karcagváros önkormányzata nevében köszöntött mindenkit, és átadta Dobos László polgármester úr szívélyes üdvözletét, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. Az itt dolgozók nem csak az egészségügy terén teszik a dolgokat, hanem a felújítások intézésének terén is. Hiszen meg lehetne azt is tenni, hogy nem pályázunk, nem teszünk semmit, és vagyunk abban a környezetben, amiben eddig is dolgoztunk. De a kórház vezetése nem ezt teszi, és ezért Karcagváros büszke lehet arra, hogy ilyen kórháza van. Nem szeretnék várost említeni, voltam én műtötten olyan kórházban, ahol bizony-bizony omladozott a vakolat, és úgy kellett az egészségügyi dolgozóknak a munkájukat ellátni. Én úgy gondolom, hogy ebben az épületben már nincs egyetlen egy ilyen szeglet sem, és én úgy gondolom, hogy erre igazán büszke lehet mindenki. És az is egy öröm számunkra, hogy az egészségügyi dolgozók, nem kevesen vannak a városban szerencsére, egy ilyen fantasztikusan megújult és nagyon-nagyon szép, igényes környezetbe tudnak eljönni és dolgozni és a munkájukat végezni. És ez én úgy gondolom, hogy a betegeknek sem mindegy, és a beteg és az egészségügyi dolgozók kapcsolatának sem mindegy. Nagyné László Erzsébet, a kórház főigazgatója megköszönte a fenntartó anyagi segítségét, és mint mondta, a beruházás folytatódni fog, hiszen 2020. június 30-ig kell befejeznie azt. Ez folytatódni fog, még ez a beruházás, ugyanis 2020. június 30-áig kell, hogy befejezzük. Ezt is meg fogjuk előzni, de biztosítani fogjuk az akadálymentes bejáratot itt a lépcsőfeljárón, a hátatok mögött, és eszközökkel is gyarapszanak ezek a szakrendelők.
többek között a szemészeti, fülorgégészeti és a sebészeti, traumatológiai eszközpark állománya fog tovább növekedni. Én úgy gondolom, hogy számomra már csak az maradt, hogy köszönetet mondjak mindazért a munkáért, amit elvégeztetek és elvégeztünk együtt itt ebben az elmúlt 10-12 hónapban, hiszen nagyon nem volt egyszerű ütemezetten átadni a szakrendelőket a felújításra, a kivitelezésre, és úgy hiszem, hogy mindenki úgy állt hozzá, hogy a betegellátás volt az elsődleges szempont, annak a biztosítása, és ezúton is szeretném megköszönni minden egyes ellátottnak, aki ezen időszak alatt igénybe vette a járóbeteg szakrendelésünket, hogy fel tudta térképezni, és némi segítséggel ugyan, de meg tudta találni a számára kellő szakrendelőt, mert hogy helyileg máshova voltak helyezve. Úgy gondolom minden kollégám, aki ebben a szervezésben részt vett és a lebonyolításban segített nekünk, hozzájárult kisebb-nagyobb erőfeszítéssel, falatta a munkájával, ahhoz, hogy ezt a kivitelezést már a mai napon át tudjuk adni. Ezúton szeretném megköszönni az uniós forrás lehetőségét a magyar kormánynak, hogy egyáltalán volt arra lehetőség, hogy erre pályázatot adjunk be a járóbeteg szakellátás fejlesztésére. Ugyanakkor szeretném megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumának és közvetve az Állami Egészségügyi Ellátók Központ térségigazgatójának, főigazgatójának, hogy azt a plusz forrást, ami szükséges volt még ennek a pályázatnak a megvalósításához, ez egy 31 millió forintos összeg, ezt is biztosították időközben számunkra. Én még egyszer nagyon köszönöm mindannyiótoknak a munkáját, és remélem, ahogy ezt főigazgató úr mondta, ezek az új munkakörülmények, korszerűbb munkaeszközök és munkahelyek nagyobb lehetőséget adnak számotokra arra, hogy minden nap reggel, mikor felkeltek és bejöttök dolgozni, akkor egy-egy mosoly legyen az arcokon, mert nagyon nem mindegy, hogy hova járunk be, és hol töltjük el a nap 8 óráját, hiszen a betegellátás mellett, ahogy megint visszautalok főigazgató úrra, a mosoly az arcunkon sokkal könnyebben megy, hogyha a körülményeink jobbak. Nagyon köszönöm még egyszer, és gratulálok mindannyiótoknak, akik segítettetek ebben a munkában. Az ünnepség folytatásaként a Nemzeti Színű Szalagot dr. Suba László, dr. Gondos Miklós, F. Kovács Sándor, Nagyné László Erzsébet, dr. Fazekas Sándor és Kovács Szilvia vágta át, ezzel átadva a mintegy 300 millióból felújított rendelőket. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Viszontlátásra!